A Mindenki Akadémiája színpadán Gerő András, történész. Személyes életem úgy alakult, egyetemista koromtól fogva, hogy bizonyos értelemben összefonódott a 19. századdal, az osztrák-magyar monarchiával, és nagyjából ez mostanáig így is maradt. Tulajdonképpen én nagyon szeretem az osztrák-magyar monarchiát, de ez nem kell, hogy elavog a kicson a tekintetben, hogy kritikusan viszonyuljak hozzá. Ez egy kis fotógaléria, amit a feleségem csinált, összetett minket, tehát kisgyerekként. Ez például én vagyok egy kis biciklivel az egykori úttörőtéren. Kalauzol Gerő András budapesti otthonában, ahol feleségével a szintén történész-szociológus Bíró Judittal él. Fia Iván már kirepült a családi fészekből, és a média világában helyezkedett el. Gyere! A történész nagyon szereti az állatokat, két macskájukat és labradorját is családtagnak tekinti. Kutyáit egyébként egykori szovjet űrhajós kutyákról nevezi el, így kapta Lisa is a nevét, amely oroszul rókát jelent. Andy Warhol örökérvényű alkotása, amit a Rolling Stones használ a saját logójaként, itt van a fiúk aláírása, imádom őket. A Széchenyi díjas történész dolgozószobájában családja története is megelevenedik, felmenői, közöttük dédszülei évszázados fotóin. Gerő András örömmel emlékszik vissza gyerekkorára, amelyet Budapesten az 50-es évek Ferencvárosában töltött. Kispolgári családban nőtt fel, és már nagyon korán magukkal ragadták a könyvek. Ami nem azt jelenti, hogy ne lettem volna a rossz gyerek, hát egy ilyen ferencvárosi közegben nem is lehetett volna másként megélni, de az olvasás az mindig kiemelt jelentőségű volt számomra. Nagyon szerettem a történelmi regényeket, tehát minden olyat szerettem, amiben történet van. Ahogy édesapjának köszönhetően az orosz nyelvet is. A Kölcsei Ferenc gimnázium diákjaként például Csehovot olvasott eredetiben. Bár felvételi nélkül jutott be az Eötvös Loránd Tudományegyetem orosz szakára, végül történelemből és szociológiából diplomázott. A történelem szóban benne van valamilyen formában a történet, és én úgy gondolom, hogy történelem nincs történet nélkül. Vallja Gerő András, akit mindig a múltbéli történetek és az emberi sorsok érdekeltek. Valahogy ez genetikusan szerintem belénk van kódolva, míg azoknál is, akik látszólag az anyagi világ iránt érdeklődnek, azok mögött is ott van az a pont, hogy az ember érdekli őket, ha más nem önmaguk. Mert azért én alapvetően egy individualista vagyok, tehát ha én magam érdeklem önmagamat, ebből azt következik, hogy a más ember is érdekel. Gerő András egyik professzora Szabad György hatására mélyedt el az osztrák-magyar monarchia időszakának vizsgálatában. Választásában azonban az is motiválta, hogy erre a korszakra, ahogy fogalmaz, akkoriban nem vonatkoztak a cenzurális szabályok. Így szabadon kutathatta azt, ami a legjobban foglalkoztatta, a modernitás kialakulását és problémáit. A magyarországi zsidóság története a monarchia korában valójában azért kezdett el érdekelni, mert két dolgot láttam egyszerre. Egy elképesztő felívelést a tekintetben, hogy milyen a zsidók helyzete Magyarországon, és ugyanakkor egy nagyon erős mozgalmat arra, amit úgy hívhatunk, hogy antiszemitizmus. És nem értettem azt, hogy miközben a zsidóság egyre jobban hozzátartozik a magyar társadalom szövetéhez, miért erősödik egyre inkább az antiszemitizmus? Meghatározott kor után nem is engedte magát fényképezni, tehát ezek mind azért becses dolgok, mert valami vizuális benyomást kapunk abból az időszakból is, amikor már fotó nem készült róla. Hangsúlyozza Gerő András Erzsébet királyné felbecsülhetetlen értékű, úgynevezett ruhadereka kapcsán, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum történeti tárában, a textilgyűjteményben őriznek. A történész mindenben a megfoghatatlant, a spiritualitást keresi, amely szerinte a monarchia korát különösen áthatja. Én nem vagyok egy istenhívő ember, de hiszek a spiritualitásban. És ezért szeretek az adott időszakkal összefüggő szép irodalmat olvasni. Tehát mindig a szaga tetszik inkább valaminek. Ez olyan, mint az étel. Attól kezdek el vágyakozni rá, hogy látom, és érzékelem, vagy érzem, hogy milyen illatokat bocsát ki.
A történész 1995-től 2017-ig az ELTE gazdaság és társadalom történeti tanszékét vezette, és vendégprofesszorként tanított az utrechti, az amsterdami, valamint a Pennsylvania és a Columbia Egyetemen. És nagy szerencsém volt, mert Habsburg Otto elválta a kuratóriumi elnökséget, és innentől egy nagyon, nagyon szoros és szerintem nagyon jó viszonyom lett Habsburg Ottóval, aki egy örök élmény számomra ez a viszony vele, meg azok a diskurzusok, amiket mi ott folytattunk. Eleveníti fel a professzor a Habsburg Történeti Intézettel kapcsolatban, amely 2003-ban az ő kezdeményezésére jött létre, és amelynek azóta is az igazgatója. Kiemelkedő szakmai tevékenységéért 2017-ben a Habsburg-Lotaringiai Ház Európai Szent György lovagrendjének tiszteletbeli lovagjává avatták. Gerő András a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 40-nél több kötetet publikált az osztrák-magyar monarchia történetének különböző fejezeteiről. Ezek közül 12 angolul is megjelent. Kutatási területeit a polgárosodás folyamatának vizsgálata kapcsolja össze. És én úgy gondolom, hogy a magyar polgárosodás menete nem írható le a zsidóság részvétele nélkül. Ez egy hátrányos helyzet volt ezeknek az embereknek, hogy nem lehetett földjük, nem tölthettek bizonyos pozíciókat a társadalomba, mert hogy jogfosztottak voltak. Ez később előnyé vált, amiből rengeteg problémája lett ennek a csoportnak. A színpadon Gerő András történész, és témája zsidóság a monarchia Magyarországán. Én azzal kezdeném, amit talán egy evidens kérdésnek tűnik, de mégsem teljesen magától értetődő, hogy ki a zsidó, ki tekinthető zsidónak. Ez azért érdemes föltenni ezt a kérdést, mert ez az a korszak, amikor ennek a szónak a jelentéstartalma változik. A 19. századi Magyarországon, beleértve a monarchia korát is, a zsidóságot vallásnak tekintették. A magyar állam is így tartotta számon 1867 után a zsidókat, de kétségtelen igaz az, hogy ahogy mentünk előre az időben, a 19. század második felében már több értelem vagy több jelentés bontakozott ki. Egyfelől a zsidók önmagukat is kezdték úgymond népnek tekinteni, adott esetben nemzetnek, erre még rá fogok térni, illetve a 19. század közepétől elindult Franciaországból egy olyan fajta szellemi irányzat, a fajelmélet, amelyik faji alapon sorolta be az embereket, és kezdték a zsidóságot azok, akik így akartak gondolkozni, fajnak tekinteni. Minden esetre az a világ, amiben ez a kor államilag megfogalmazta magát, még egyszer vallásnak tekintette a zsidóságot, tehát nem nemzetnek, nem fajnak, nem népnek, noha, mondom, a fogalom a későbbiekben szétbomlott. A következő kérdés, amit fel kell tenni, hogy hányan voltak azok Magyarországon, akiket az állam zsidónak tekintett. 1869-től vannak megbízható népszámlálások Magyarországon, és ha megnézzük ezt a korszakot, ugye, amit 1867-től a kiegyezéstől lényegében az első világháborúig terjed, akkor azt lehet mondani, hogy Magyarországon a zsidóság 1869-ben a lakosság 4,6%-át tette ki, 1910-ben, az volt az utolsó népszámlálás a korszakban, 5%-ot. Sok vagy kevés, mindenki úgy ítéli meg, ahogy akarja. Ez 5% egyébként, még egyszer a történelmi Magyarországról beszélek, tehát jóval nagyobb lakosságszámú országról van szó, mint ma, meg a területe is persze nagyobb volt. Ez 5%, ez annyit, körülbelül 1 millió embert jelentett. Ha megnézi az ember település szerkezet mentén, akkor azt lehet látni, hogy nőtt a városokban élő zsidók száma, tehát míg 1869-ben a zsidóknak körülbelül csak 30%-a ért városba, 1910-ben ez már 51% volt. Voltak olyan városok, döntően Észak-Kelet-Magyarországon, ahol szinte a lakosság 40
százalékát, egyharmadát a zsidóság tette ki a városokban, ilyen volt Munkács, ezek ma már nem magyar városok, ilyen volt Máramarosziget, ilyen volt Szatmárnémeti, de Budapesten is, az ország fővárosában a számok szerint 23% volt a zsidóság aránya a századforduló követően, tehát jószerűen azt lehet mondani, hogy Budapest lakosságának nagyjából egy negyede volt zsidó. Hozzátenném még azt, hogy egy közkeletű hitet eloszlassak, pontosabban szóval a kiegyezés után már nem volt komolyabb zsidó bevándorlás Magyarországban, pont ellenkezőleg, éppen azért, mert a századfordulót követően elindult a kivándorlás Magyarországról, egy csomóan elmentek Amerikába, ami annyit jelent, hogy egy kivándorlási töblete volt a zsidóságnak, már Magyarországról, és nem volt igazából bevándorlás. Persze akkor megkérdezhetik, akkor hogy van az, hogy mégiscsak 4,6%-ról 5%-ra nőtt az arányuk. Ez részben annak tudható be, hogy különösen azoknál a zsidó családoknál, akik nagyon mélyen vallásosak voltak, ugye gyakorlatilag fogamzásgátlás nem létezett, úgy egyébként, mint a nagyon hívő keresztényeknél is, és ezért egy nagyfokú népszaporulat állt elő. A következő kérdés, amit azért föl kell tenni, hogy hát mivel foglalkoztak ezek az emberek? Na most itt is rengeteg féle elgondolás van, rengeteg úgymond előítélet és sztereotípia párosul a zsidókhoz. Főként ezek a zsidók úgymond kis egzisztenciák voltak. Tehát kiskereskedők, ma azt mondanánk, hogy kisvállalkozók, kocsmárosok, szatócsüzletük volt különösen vidéken. Ha arányszámban nézem ezt, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül a zsidóságnak majd 60%-a volt ilyen kis egzisztencia, vagy alkalmazott volt egyszerűen valahol. Talán meglepőnek tűnik, de a zsidók jelentős része besimult a szakmunkás létbe, tehát a magyarországi zsidóságnak körülbelül egy harmada szakmunkás volt. És ezen kívül pedig nagyon magas volt az értelmiségi foglalkozást űzők aránya. Most egy kicsit fordítva mondanám, úgy mondanám, hogy például, és azért nézek bele a papírjaimba, hogy nem akarom magukat félrevezetni a számok tekintetében, például a nyomdászoknak majd 60%-a volt zsidó, az orvosoknak Magyarországon majd a fele volt zsidó, a kocsmárosoknak több mint 40%-a volt zsidó. Tehát voltak értelmiségi foglalkozásban erősen jelen, illetve ezekben a kisvállalkozói szférákban. Amiből egy csomó előítélet fakadt aztán, hogy a magyar nagypolgárságban is képviseltették magukat. A magyar zsidóság tekintetében körülbelül 3%-uk tartozott oda, amit mi aztán tényleg nagypolgárságnak hívunk, ami annyit jelent, hogy ezek vagy gyárosok voltak, vagy százholdon felüli birtokuk volt, de voltak olyanok is, körülbelül ugyanilyen arányban, 3-3,2%-ban, akiknek százholdon aluli birtokuk volt. Ez jószerivel, ez egy nagyon erős, azt tudom mondani, eufemisztikusan szólva, egy igazi gazdag paraszt kategória volt. Mindazonáltal abból, amit elmondtam, az következik, hogy a zsidók Magyarországon nem alkottak teljes társadalmat. A teljes társadalom, tudják, az azt jelenti, mint minden ilyen agrár országból iparosodó országban, hogy van egy nagy masszív tagolt parasztság, a fölött egy városi polgárság, kézművesek, gyári munkások, a fölött egy középpolgárság, nagypolgárság. Tehát ez nem volt egy arányos társadalom szerkezet a zsidók esetében, mert ugyan volt zsidó parasztság, mint arra utaltam, de nem a zsidó társadalom többségét tette ki, szemben mondjuk a nem zsidó társadalommal, azért többségben a parasztság volt. Tehát nem alkottak teljes társadalmat, és éppen ezért a munkamegosztás meghatározott pontjain jobban csoportosultak, mint más társadalmi csoportok, akik nem zsidók voltak.
A következő kérdés, amit fel kell tennünk, hogyan gondolkoztak ezek az emberek? A kiegyezés után Báró Eötvös József, aki akkor kultuszminiszter volt, ő kezdeményezésre összeült egy ilyen, nevezzük így, egy ilyen zsidó kongresszus, hogy hát meghatározzánk a zsidó egyház szervezetét, és egyáltalán, hogy milyen hittételekben fogalmazzák meg önmagukat. Ez egy elképesztő nagy veszekedéssel ért véget, tehát azt tudom mondani, hogy 1868-tól vallási értelemben a magyar zsidóság útja három felé vált. Egyfelől volt egy ortodoxia, tehát egy ilyen hagyományos zsidó vallási szerkezet. Volt egy úgymond neológia, ezt ebben most nem akarok belemenni, ez egy Németországból induló mozgalom volt a reform zsidóság. A lényeg az volt, hogy egy csomó olyan dologban, hogy így mondjam, megszabadulni a zsidó vallás olyan fajta kötöttségeitől, amik nehezítettek a nem zsidó társadalommal való kooperációt. És volt egy csoport, amelyik nem igen tudta eldönteni, hogy ő most ortodox akar lenni, vagy neológ, és ők úgy hívták magukat, a status quo ante, azaz úgy, mint régen, úgy, mint azelőtt. Ezen kívül ugye rengeteg zsinagóga épült, ortodox zsinagógák is épültek, de döntően neológ zsinagógák Magyarországon, de ez mind azt bizonyította, hogy a zsidóság vallásilag nem egységes. Most a következő kérdés, hogy ha nem egységesek vallásiak, akkor viszont mihez idomulnak? Tehát mi az, amiben megtalálják úgymond az identitásukat? Ugye második József úgy gondolta, ezért is rendelte el, hogy vegyenek fel német családneveket, hogy ő németesíteni akarta, mert a zsidóknak nem volt nemzetiségük. Tehát nem volt nemzeti identitásuk. Következőleg alkalmasnak tűntek arra, hogy valami nemzeti csoportba beilleszkedjenek. Második József a németséghez akarta őket asszimilálni. A magyar reformellenzék pedig abból indult ki, hogy miután a zsidóknak nincs nemzetisége, ezért előbb-utóbb jogokat kell nekik adni, és lehetőleg a magyarsághoz kell őket asszimilálni. Jószerivel ez a folyamat elképesztően sikeres volt. Mert valóban a 19. század második felében a magyarországi zsidók döntően a magyarsághoz asszimilálódtak. Zárójelben megjegyzem, a városi létük is ebben segítette őket. Budapesten például 91% tekintette anyanyelvének a magyart 1910-ben, és csak 9% a németet. De voltak olyan területek is, döntően, ahol az ortodoxok voltak többségben, ahol kevésbé volt jellemző ez az asszimilációs szándék, mert Máramarosban például csak 18% tekintette anyanyelvének a magyart, és 82% továbbra is a németet vagy a jiddist tekintette saját nyelvének. Másfelől az asszimiláció az nem csak nyelvváltást jelentett, nem csak nemzeti idomulást jelentett, hanem azt is, hogy egy csomó zsidó úgy gondolta, hogy tulajdonképpen ő neki már terhes az, hogy zsidó, ezért különösen a századforduló után, 1910-re már körülbelül 20 000-en voltak azok, akik kikeresztelkedtek, és azt lehet mondani, hogy 1915-re, az már a háború első vagy második éve, ugye a 14-től van az első világháború, a zsidók által kötött házasságok 20%-a már vegyes házasság volt. Tehát elindult egy tényleges ozmózis a zsidók, a vallás értelemben tekintett zsidók és a nem zsidó társadalom között. Ha viszont megnézzük azt, hogy másfelől még mi játszott itt szerepet, az is egy döntő tényező volt, hogy 1896-ban egy Budapesten született, de Bécsben élő ember, Theodor Herzl jószerivel hát megteremtette a politikai cionizmust, tehát azt a gondolatot, hogy a zsidók nemzetként fogalmazzák meg őket, és legyen egy nemzetállamuk. Zárójelben megjegyzem maguknak, ez a 19. század legsikeresebb utópiája a cionizmus, mert ebből lett valami, tehát lett egy Izrael állam, amelyik ma is megvan, él, és hát a világ egyik legdinamikusan fejlődő gazdasága. Másfelől Herzlnek az ideája a cionizmusról, az pontosan a magyarországi asszimilált zsidók körében váltott ki elég kis visszhangot. Ezért mondhatta azt állítólag Herzl unoka öcsének, Heltai Jenőnek, hogy a magyar,
a magyar, a zsidóság kiszáradt ága, mert nem nagyon akartak rezonálni ezek az emberek Herzl hívó szavára, tehát a cionizmusra, mert úgy gondolták, hogy ők jól érzik magukat Magyarországon, el vannak Magyarországon, miért menjenek el egy pusztaságban egy új államot építeni. Persze föltehetjük azt a kérdést, hogy a magyar állam hogyan segítette ezt a folyamatot? Hát úgy segítette, hogy 1867-ben törvénybe iktatták 67 végén az emancipációt, ami annyit jelent, hogy innentől Magyarországon minden zsidónak egyenlő joga volt minden nem zsidóval, tehát nem volt jog megkülönböztetés jogi szempontból a zsidóság kárára, illetve 1895-től a zsidó vallást, mint vallási szervezetet, bevett vallássá nyilvánították, és ezzel ugyanazt a jogi státuszt kapta meg Magyarországon, mint a bevett keresztény felekezetek. Na most persze meg lehet azt is kérdezni, hogy miért tette ezt a magyar állam? A magyar állam ezt azért tette, mert ugye ha a zsidóknak nincs nemzetisége, ha II. József a németséghez akarta őket asszimilálni, akkor a magyar nacionalizmus számára az egy alapkérdés volt, hogy ez a tömeg, ez a zsidó tömeg, ez nemzetileg mi lesz? Magyar lesz-e, vagy elidegenedik a magyarságtól? Ne felejtsék el, hogy 1900-ig Magyarországon nemzetiségi többség volt. 900-ba billent át először statisztikailag az az arány, hogy a magyarok többségbe kerültek, 910-re a következő népszállásán már kb. 54% volt a magyar, de ez részben annak volt betudható, jelentős részben, hogy a zsidók magyarnak vallották magukat. A magyar államnak, amelyik a magyar szupremációban, a magyar fennsőbbségben hitt, tehát a tekintetben Magyarországon ugye egy politikai nemzet van, a magyar nemzet, nagyon fontos volt az, hogy ezek a zsidók magyarnak gondolják magukat, azonosuljanak a magyar kultúrával, és ezáltal a nemzetiségi arányok megforduljanak az országba. Továbbá természetesen az is fontos volt, hogy a magyar zsidóság éppen a foglalkozási szerkezete miatt elég jelentős részben járult hozzá az ország produktivitásához, innovációhoz, tehát mindahhoz, ami a magyar gazdaság életerejét adta. Na most innentől persze azt lehet mondani, hogy ha mindezeket végignéztük, akkor azt lehet mondani, hogy hát jószerivel itt az asszimiláció volt a döntő folyamat ebben a fél évszázadban, és míg a 19. század első felében a judaizmuson kívül, tehát a zsidó valláson kívül nem éltek zsidók, addigra a 20. század elejére ez a helyzet megváltozott. Nagyon sok zsidó elhagyta a judaizmust, de nem feltétlenül úgy, hogy kikeresztelkedett, hanem szekularizálódott, elvilágiasodott. Nem volt már fontos számára a vallás, és a képzeletbeli gettó falait kívülről és belülről is lebontották. A magyar állam kívülről bontotta le, ezek a zsidók pedig belülről bontották le, mert azt mondták, hogy tulajdonképpen ők a magyarság tartoznak nemzeti értelemben, és ez adja az ő identitásukat. Erre persze sokfajta reakció született. Voltak olyanok, Varman Mór képét láthatják, az magyar parlament első zsidó képviselője volt, aki nem kikeresztelkedettként, zsidóként volt képviselő, és volt persze egy olyan reakció is, ami kétségbe vonta ezt, amikinek nem tetszett az, hogy itt a zsidók asszimilálódnak, nem tetszett az, hogy a zsidók bele tartoznak a magyar társadalomba. Tulajdonképpen az, amit annak idején zsidó kérdésnek hívtak, az abban állt, hogy, és ez volt a lényege, hogy azt gondolták, hogy vannak zsidók, és a legnagyobb baj, hogy ezeknek a zsidóknak egyenlő jogaik vannak a nem zsidókkal. Ezt hívták zsidó kérdésnek. Tehát amikor önök a zsidó kérdés szót hallják, tegyék idézőjelbe, mert gyakorlatilag nem zsidó kérdés volt, ez volt a probléma, hogy ne legyen a zsidóknak egyenlő joga a nem zsidókkal. És erre persze sok minden rászerveződött, antiszemitizmus, antiszemita párt, és jószerivel antiszemita előítéletek. Miután lassan lejár az időm, én azt tudom maguknak mondani, hogy Magyarországon, ha a polgárosodás szempontjából nézem, a zsidók egy elképesztő nagy hozzáadott értéket jelentettek, tökéletesen széthullottak, mint egységes identitáscsoport, miközben az antiszemitizmus egyé
tette őket, legalábbis imaginárisan képzelten. A tragédia gyakorlatilag az első háború után következett be, amikor az a magyar politikai elit, amelyik addig abba volt érdekelt, hogy a zsidók magyarok legyenek, egy idő után elkezdte őket kitaszítani a nemzetből, és jószerivel azt a folyamatot teljesítette be, amit a nemzetközi nagyhatalmi téren addig volt, hogy egy külső Trianon után megteremtette két háború között egy belső Trianont, levágta a zsidókat a magyar nemzettestéről. Köszönöm a figyelmüket. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.